Karácsonyi zene, karácsonyi díszek, szaloncukrok, csokoládék. Ezzel találja szembe magát az ember bármelyik üzletbe is lépve november vége óta. Közeleg a Mikulás napja, emlékeztetnek is erre a boltok. Számos méretű, márkájú csokoládé Mikulással tömött standok jelennek meg a boltokban. Lehet 120 forintért és 1200 forintért is kapni a szezonális édességből. Éppen Mikulást szeretnék vásárolni a kisunokámnak, igaz, hogy az utolsó pillanatokra hagytuk, de már ő már megnézte egyszer, és ezt választotta. És úgy gondoltam, hogy ez egy minőségileg elfogadható. A szexádi vásárlók között akadt olyan, aki az ünnepekkor kizárólag azt nézi, mivel okozhat örömet családtagjainak. Az ár ilyenkor másodlagos. Kalendáriumnaptárt veszünk, meg csokoládét, Mikulásra csokoládét. És akkor karácsonyra szeretnénk olyan dolgokat venni, amivel tud játszani az iskolás a kicsivel, a kicsi a naggyal. Mi bábra gondoltunk, aztán majd még meglátjuk, meg a családnak egy ilyen ünnepi tálcát. Mindig megtalálja az ember, amire szükség van, időkérdése. És ön már megvette az ajándékokat? Hát kérdezem meg. Elképzelés van, de még nem. Az egyik kereskedelmi láncnál jóval nagyobb a forgalom decemberben, mint az év többi szakaszában. Ilyenkor mintegy 500 fővel többen is dolgoznak a boltokban, javarészt a szezonális munkára fogható diákmunkások és nyugdíjasok. A decemberi hónapban az éves összforgalmunk 10%-át realizáljuk. Az átlagosár pedig átlagosan 20-25%-kal nő az adventi időszakban, és 3%-kal nő a vásárlók száma. A csokoládé Mikulásra az elmúlt évben csak nem 4 milliárd forintot költöttek a magyarok, ami 686 tonnának és 11 millió tételnek felel meg. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint egyébként összesen 100 milliárd forintot hagyunk a boltokban karácsonykor.